Szerezd be a következő játékodat olcsóbban a Nebáról, hiszen nagyon kedvező árakat tudnak nyújtani, akár új, akár régi játékról legyen szó. Link a leírásban. Sziasztok, egy DVK-os, ez Nebás, mint a Gaming Café Live, amiben, hát eléggé üres az üzlet, mert az előbb elment az áram, és nem igazán tudtam időben visszaállítani, viszont már érkeznek is újra. Hát jó régen volt rész, viszont ami jó hír, hogy azóta kijött az 1.0, szóval rengeteg újdonságunk van, és több áramszünetet kaptam az elmúlt 15 percben, meg próbáltam visszaszokni a játékra, mint eddig összesen, és kaptam megint egyet. What the hell? Tehát, hogy papírkábelen jön az áram, vagy micsoda? Mondjuk legalább most már a csajszínek sokat több értelme lesz. Viszont aztán nála megvan a küldésorozatunk, szóval nem sokára munkába is áll. Ja, let's go boss! Ennyi, akkor meg is oldod... Ó, áll az égnek! Megoldódott a problémánk, ő innentől kezdve egész nap ezt a doboz fogja nézni. Irigylem a munkádat, de amúgy rá is fér, mert tényleg amilyen sűrű, de hogy az áram, az valami borzalom. Oké, okay, mindenki játszik, mindenhol van áram, internet, oh, what the fuck? Igen. Betörőből is annyi jött, mint eddig összesen, mondjuk azt hiszem arra is lesz majd valami küldi. A lényeg, hogy innentől kezdve az is el tud kezdeni haladni, és hát akkor arra is lesz majd így legalább megoldásunk. Mennyi van a bankba? 2000, és így van 21 000, egy kicsikét szereztem a pénzt, hogy el tudjunk indulni, és itt áll Lelák, nem tudom, hogy amúgy miért. Ja, várja, ő lesz a kidobónk, pont, igen, kidobtak a betörőket, easy. Eddig ez azért nem volt meg, mert tényleg nem jött egy szóval, mi a következő, Bombi, jó, azok is, azok eddig is egészen sűrűn jöttek, szerencsére. Á, csak Maldarik jelent, már hallom is a kanó cégést, egy pillanat, csak azért a biznisznek is pörögnie kell. Oh shit, most a másik irányba jön. De baj. Az egyből feltűnt, hogy van egy skill menüpont, ami az első, hogy skillek lennének a játékba, mármint hogy ezekbe a fajtákba. És egész baráti az ár, legalábbis így az elején 250 pénz, és a gymbe megérősebb innentől kezdve járni, hát igen, a kövi szint már egyből pénzesebb, és mindegyik amúgy pénzfüggő. Igen, mert hogy három fa van. Na várja, ez a gymes fa, hát ez... jó, hát... Tehát a player fa igazából... movement speed ugyanúgy. Növekedő pénzek, az kell nekem. Ott az első 1000-be kerül. Többért tudom eladni a használt cuccokat. Ajaj. Hát, az is növekedő pénzek valamennyire, de ettől valami durvábbat szeretnék. Ez mind a selling és item price. Olcsóban vehetünk dolgokat 4%-kal 10 000-ért. Na várjál, közben a második is megvan. Tehát mondjuk akarok venni egy ilyen jó kis setupot, amit az előbb vettem, az nagyjából olyan 4000-ből kijön. Ott 4%, hát ez nem annyira lenyűgöző. Kell egy kis idő, mire visszahozza magát. Mondjuk majd, amikor már ezt a nagyon fullos setupot akarjuk összerakni, ami amúgy nem sokára kéne. Ott már azért fontos lesz, nem biztos, hogy erre költeném így egyből a pénzemet, legalábbis tízeseket így nem tapsolnám erre. És a harmadik skill tree az pedig... türelmesebbek lesznek a vásárlók. Az mindig jó, az mindig jó. Á, és szinten is múlik, tehát ezt már nem is tudom kifejleszteni, mert az level 30-tól lesz. Mindenek 4%-kal nagyobb lesz az ára nálam, ami azt jelenti, hogy több pénzt hagynak itt. No, az már elég jó hangzik, meg az is, hogy 10%-kal többet fizetnek este. Hát ez hülyének is megéri. Jó, lehet ezekkel is taktikázni. Helyes, itt pedig a harmadik bombás. Szóval reméljük ezután már fel tudjuk venni a csávót. Hoppá, félbeszakította a beszélgetésünket. Egy rablás. A csajnak ellopták a izét. Gyere vissza! Majd én bebizonyítom, hogy jó elkapó vagyok. Vagy mi? Ja, ez jó ment. Most már tudja, hogy kemények vagyunk, szóval szívesen elkezdekünk dolgozni végre. Ó, mondjuk őket fizetni is kell, ugye bár, mert amúgy leülnek, azt csak néznek. 5 per 10 perc, az egész jó. Jó, akkor az áramkimaradással, bombásokkal, rablókkal már nem kell foglalkoznunk. Még ezért maradt egy pár dolog. Közben mennek a mellékküldik is, és itt az arcade-es csávónak el is készült, szóval megkapjuk tőle
az újabb izét szerintem, vagy még nem. Amint hoztam neki egy elektromos gitárt. Ó, oh, közben este van, dől a pénz. 850 az elektromos gitár, bőven belefér. És közben autoshop, nem emlékszem, hogy ez régen is itt volt-e, viszont a csávónak van egy küldetése. Ez Tezs, hallod? Jövő Tezs, mert robotkarjam. Mondjuk ez mi menő, már egy autószerelőnek ráraksz egy ütve csavarozó extensiont, és easy. Na, itt mi újság? Oké, hát ő simán a motorárus. Aha, akkor ez egy átverés, viszont várjál, mi ez? Benzin. És miért urnába árulják a benzint? Várjál, másik kellett rányomni. Aha, mizu. Nagyon menő mocik érkeztek, viszont ha egyáltalán az árát szeretném tudni, előtte segítsek neki. Hát ez nagyon jó ajánlat. El akar menni piálni a haverokkal, de nincs pénz, 4000. Hát szerintem, ha már ez ennyi, akkor a motor mennyi, szóval... Nem hagyom magamat lehúzni, így csajok. A csávó nem tudja fizetni az áramszámlát, szóval egy gyertyára is szüksége van. A 10-re, what? Lakástűz.exe, betöltés folyamatba. Na végre, ott az új arcade machine. Na, azért ez már így odaállnék, és akkor... várnék is valamit. Ebbi az a kis creeper fej. Biztos, hogy jogdíjas ez a mozseng felé? Nem hiszem. Na várjál. Ez... miért nem egész számra végződik az ára? Már van valami leárazásom? Vagy mi? Hát elvileg nem kéne, hogy legyen. Lehet, hogy valami más item. Közben érkezik. Nézzük, hogy hogyan kezeli az új szakember. Húj! Megindult! Tír! És várunk te is, Tarkón! Jó lesz ez, jó lesz ez. Csak 3 arcade gépünk van, szóval abból nyugodtan jöhet a fejlesztés. Ezért 1500-3000, hát jó, akkor nagyjából hasonló az árváltozás. Na de mi a kövi küldi? Hát pálmát kell neki hozni, szóval valószínűleg nem az arcade machine-nel összkapcsolatos a meló. Ajaj, ez megint nappal lett, nem lehet aludni estig. Egyetlen alkalom, amikor az este a best. A régi csöves arcade, 3 órára 200, a másik 2 órára 200, 5 órára 284, az is az új. Ezeket az árakat sose fogom megérteni, mik ezek a mennyiségi kedvezmények. Oké, it's fine. De azért nagy befektetés, kis növekedésért az biztos. Na de azért mutatni kéne itt a presztízst, szóval össze kéne rakni a legfullosabb gépet végre, ott is van. Az az alaplap egyenesen 1995-ből érkezett, de a 4090 az ott van, RGB, venti, minden. Hát egy tízesbő ki fog jönni. Mi az, hogy fizetni akarnak? Ó, tele van a disznó. Helyes. Akkor szerintem egyből jöhet 2 setup is, az utcára néző setupok. Ja, maradt is 6000-em. Easy. Akkor ezek jöhetek át ide, ezek meg a kukába, elnézést. Ez... szelektív, radioaktív hulladék. Minél gyorsabban el kell távolítani. Ojoj, azért ez az asztal, ez szélesebb. Hát van is egy kiállása, eléggé keményen. Azért ezt a gépázat úgy... hát mondjuk, de leraknám az asztal alá őszintén. Vagy a monitor az úgy is... el fogja foglalni a helyet. Ja, gamer szék, ahogyan az kell, vagyok eléggé vises gamer szék, de szerintem ez így nem lesz rossz, mert hogy készen is vagyunk, az a hangszóró is eléggé leangoló. Ez volt a legjobb hangszóró, azóta is ez a legjobb hangszóró. Ez a gaming speaker, hát ez szomorú, szóljál, hogyha jött valami jó. Aha, de már ahogy látom, ott is ül a kis csávó, várja. Itt vagyok, mit szeretnél? Nincs diák kedvezmény, itt diák felár van. Ez a 7-es PC, ami azt jelenti, hogy 2 órára 350. Mellette a 6-os PC, ami ez, az egyel gagyibb, ott 6 óra 400. Mi? Jó, mondjuk igen, itt is minél több óra annál kedvezőbb, de azért az nem rossz. 6 versus 2, és majdnem ugyanannyit fizet. Ami a legközelebb van, az ehhez a 2 órához, az 6 óra az 1-es PC-nél. Ami a legagyibb. Nem, várj, mű? Nem, az nem is a legagyibb, hanem a második szintű. Jó ég. Oké,
Oké, ez megérőse hangzik. És legalább ezért nem kell gitárokat ajándékoznom random embereknek, meg gyertyákat. Hát igen, ez itt azért nem a legnagyobb folyosó a világon. Enyhén túlnyúlik, de határeset igazából. És már bőrög is a gaming mind a kettő setupon, azért ezt kívülről meglátni nem nehéz. Tehát, hogy jó lesz ez, jó lesz ez. Közben itt fizetnének, mert a bank már megint tele van. Ad ide. Nem lenne rossz 15 ezerért upgrade-elni, de most 10 helyett 15 ezeres kapacitás. Nem annyira komoly előrelépés annyi pénzért. Közben a többi boltban is nyomatom a mellékküliket, hogy feloldódjanak a dolgok, legalábbis, hogyha nem kérnek drága dolgot. Viszont van itt egy csávó, aki nekem nem igazán ismerős. Viszont Arcade a srác neve, csak visszafelé. Ó, és Rontó Ralph-ra hasonlít. Aha! Mögöttünk akar Arcade bizniszt nyitni. Szerintem tudom, hogy mi ez. Azt mondja, dolgozzunk össze, mert nekem már úgyis van tapasztalatom Arcade gépekkel is, meg úgy amúgy is. De persze, először próbára tesz, persze. Sokba fog ez kerülni. Fancy szófa kell neki. Csak ne olyan sok, és akkor megvagyunk kettő. Közben meg így a matematika trófeákat is figyelem. Így a főszárhoz ugye, az kell. Úristen, légkondit nagyon gyorsan a helyre. Hát ott milyen meleg lehet, jóságos ég. Fancy szófa. És miért olyan, mint hogyha fonott kosárból lenne? Ezer. Easy. Közben banditákat is nagyon kell verni. What the fuck. Nem adom oda a pénzem. Nem emlékszem miért, de egy valami rémlik, hogy ütni kell őket. És van itt egy aréna, egy motorverseny aréna. Hát ez nem biztos, hogy megfelelő a jelenlegi. Ó, és vannak gyeremények is. Hát mondjuk, de ne veszetek, akkor ne veszetek. 500 beugró. Oké. Hát ha. Hát ez egyetlen mocink jelenleg 10-zel tud menni, de azzal minden. Hát ez az aréna? Ez inkább illegális utcai versenyzésnek tűnik nekem, de semmi probléma, az arany 23 másodperc, ajaj, neki ne menjek azoknak a tábláknak, nagyon veszélyes, mondjuk gondolom nem erre a tempóra van kitalálva ez a pálya, hogy veszélyes legyen. Húka, már most 30 másodperc, ez nem túl sikeres egyelőre, ez ugye a cél, nem? Aha. Ott a cél. Húha. Hát lehet, hogy most nem nyerek semmit. 500-amat visszakaphatom, ugye? Nem? És mindig 500, mindig. Viszlát. Itt van ez a fostalicska. Még gubik is rozsdásodnak, vagy nem tudom mi az. Jó, nem érdekes. Oda be a légkondit, hogy kapják itt a konzolosok, majd ragok egyet a másik oldalra is. Mondjuk így, hogy nincsen ajtó. Hát, a mindegy. Megkapta a kanapét, most pálma kell neki. Hát persze. What the fuck? Nem vette el a kanapét? Hát akkor ez nálam marad? Vagy az én házamba? Úgyis szegényes a berendezés, szóval most már sokkal jobb. Ó, na várjá, ezeket nem is magának akarja, hanem azt akar, hogy azért vegyem meg, hogy majd berakjam a helyre. Most már értem. Jó, attól még ez a kanapé mehet otthonra. Egyébként is miért akarnának leülni? Be kell ülni az árkédbe. Egy jelképes ezrest is fizetünk neki, de elvileg ez az utolsó. És ő már lép is le, hogy egy másik városba nyomassa a mosoda bizniszt. Szóval ez a nagy együttműködés, én dolgozok, ő meg... Nem. De van egy új arcade shopunk, és 20 ezer kezdőtőkét kaptunk. 25 coin, what? Lehet, hogy ez egy külön pénz lesz oda. Igen, ott aló megjelent. Na várjál, mibe fektessen be azt a 20-at? Na jó, vegye fene, hogyha már így vásárolgatjuk a fullos setupokat, legyen olcsóbb minden 4%-kal, kövinél meg majd 8-ért, 20 ezerért, atya világ. És maradék pénzből ezt a kettő gépet itt felfullozom. Hát egy picikét megszaladt. 4 lett belőle, de szerintem nincsen ezzel probléma, így összesen már 6 darab fullos setup. Na de azt mondta, hogy a mi helyünk mögött van az új hely. Az egészen pontosan mit jelent? Hát nem erre. Innen. Ó, itt van egy sikátor, ahol állt a csávó, ott van ugye a mi helyünk, és erre lehet bejönni konkrétan mögé, és itt van az új arcade, ami egy csak arcade hely, és kifejezett
kifejezetten az ilyen tipikus arcade gépekre épít, mert jó, oké, a miénk is tipikus volt, de az csak egy, viszont egy sokkal nagyobb lesz a választék. Ez egyébként a legújabb content benne, egy kis DLC. Á, és ez ilyen kiürítős lesz, ide folyamatosan járnak majd az emberek, és 200 fér bele, és nekünk kell majd jönni üríteni. Ráadásul ott az ATM-ből is ki tudjuk venni. Ja nem, át tudjuk váltani sima pénzbe. Szóval a gépekből kipakoljuk, majd aztán átváltjuk sima pénzbe, és még több pénzforrás, ráadásul ez nagyon passzív. Na de mennyi az annyi? Én már csak ettől félek, van egy külön Space Zone hely, mármint op. És van sima pénzért is, meg van coinért is. Mondjuk 19 coin az nem tűnik annyira gázosnak. 96 az már erősebb. Oh my god, mennyi. Vaj, jó kis táncgép, menő. És nyilván 9600-ba fáj, Jézus. Hát itt mire mindent felépítek majd. Az mi az a billentyűzet? Van ilyen külön építető setup is akkor külön. Versenyülés, a dupla 4090, mi az Arcade Tower, what the hell, mi a, ez mik ezek egyáltalán, azt se értem, ez valami konzol setup lenne, az egy arcade-es PS5 szólja, úristen, oké, akkor a belépő kategóriák, LP-sek, hogy legyen mivel elindítanod a bizniszt, és akkor utána meg a gold veszi át az uralmat, igen. Hát akkor egy jó darabig nem lesz itt visszaváltás. Nagyon azt érzem. Egy jó öreg léghoki sose rossz, én azt mondom, az szerintem teli talál lesz, mondjuk a claw machine se rossz, az a legnagyobb pénzrabló. De mondjuk a léghokinál kettő ember is jön, mondjuk egyet fizetnek, na mindegy. De hát, ha mennek majd a nagy partik, visszavágók, vagy minden, amúgy nem annyira nagy ez a helyem. Azt kell, hogy mondjam, és hát a léghokit azt igazából be kell rakni ide középre, mondjuk több olyan nem lesz, ami ilyen középre berakós szerintem. De rakunk akkor ilyen víz dispenzert, ingyen víz, hát érezzék magukat megtisztelve. Egy pár növény az emeletre, ahol még nincsen semmi, de majd lesz. Ez nem tudom, hogy még vajon területben fejleszthető lesz majd. Nem úgy tűnik őszintén. Szerintem már így fullos. Mindjárt megvárok valakit. Aha, és ott is írja, hogy ebbe 150 coin fér maximum. Hát azért az szerintem egy jó darabig eltelik majd, mire betelik. Érkezik is a hölgy, kérlek, ne törd össze a hoki asztalt első alkalommal, megőrülök. Olyan kapura lövés lesz, ebből kiszakad a gép oldala. És amúgy te egyedül fogsz játszani, vagy velem, vagy... Hát igazából nem is érdekes, a lényeg, hogy bedobtad a pénzt, legalábbis még nem. Ja, végzett a jóságoség, és hármat fizetett. Hát jó sok ideig voltál, nem rosszból, de legalább nem csak egyet fizettél. És 2 XP, szóval egy kis mini XP farm is. 800 XP kell a szintlépésre, szóval tényleg nagyon mini, de legalább valami. És akkor várja, a hármat kivesszük belőle, és nézzük, hogy mennyit jelent ez LP-be. Szeretnék átváltani 3 coint 30-ért. Amúgy nem annyira rossz. Ki tudtam volna belőle nézni, hogy egy darab egyet ér LP-be, de szerencsére nem. És már megy is a Sultan Chavo az újabb gémelésre. Viszont ami érdekes, hogy nem lehet LP-t coinra, csak egy irányú a dolog, ahogy látom. Szóval mindenféleképpen ki kell grindolnod az arany coinokat, hogy vegyél új gépeket. Azt nem lehet LP-ből, csak a kezdőgépeket. Nyilván, ha már milliárdos lennék, és vennék kezdőgépből rengeteget, akkor azért az gyorsabban beindítaná itt a bizniszt, de hát nem annyira prioritás, de hagy pörögjön az ott szépen. A claw machine-ra várok inkább. Basszus, itt a VR store, és itt még nem voltam bent. Ez hogy lehetséges, itt van mellettünk, és ott van a kartonpapír
VR felszerelés. Már nem, mint hogyha lenne rájunk. Egyet ide lehet be tudok így forgatni. Miért is ne? Előtte megnézem neki, mi a küldi. Hát, ha ilyen vásárlós. Nem, mini kaktusz kell neki, 20 darab. Azt gondolja, ez kitűnő ajándék első randin. Szerintem is. Majd jövök. Hát drága nem volt a setup, mondjuk nem is csodálom. Ejj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 
szépen innen felveszi a dolgokat, aztán odáll oldalra. Nincs benne a range-ébe. Muszáj előtte lennie. Majd itt max felrúgjuk néha. De kell egy pici is. Hát igen, azért valaminek ki kell hajtani a kartonpapírt. Figyelj, mind a 144 P-hez szerintem a gaming tower az tökéletes lesz. Ha veszünk, akkor veszünk normálisat. Not bad, not bad. Az már 60-90, most nézem. Van helyes, helyes. Azért valami kell. Te mit csinálsz itt? Menj a backseat. Akkor menjél haza. Te itt ne. Beállt start pozícióba, kartondoboz a fejen, joystickok a kézben, és 5 órára 260. Hát igen, a PC eléggé nagyot doba az összértéken, de amúgy, de elektri. Nem baj, nyomassad. Igazából már ilyenünk is van. Léci, majd az arcade gépet ne borítsad ki, meg ilyenek. Az jó lenne. Itt a mögötte elférek. Easy. Mi az ott? Azt írta ki, hogy ellopta a pénzemet. Remélem, ezzel visszaszereztem. Szedte ki a kasszából. Hát, van benne 3000, nem tudom mennyi volt, de elég a claw machine-re. Egyből a bejárat mellé, tökéletes és kis naposokat lehet belőle kifogni. Kár, hogy senkinek se fog sikerülni, ebben már 200 coin fér. Itt hogy állunk? 15 coin. Oké. Haladunk. Most hiszem, hogy itt is van egy új menüpont, amivel a saját PC-met tudom upgrade-elni. Igen, upgrade operator PC, nem tudom miért, feature upgrade, pay all employee, ez nem rossz. Accept all customers, úristen! Ez kell ide, autót elfogadás, vége mindennek. Más nem csinálok, csak arra gyűjtök. 30 ezer az... Húzós, de annyira nem gáz. Az a baj, folyamatosan annyi pénz megy a kukába, azért, mert nincs elfogadva, hogy ez hihetetlen. Hiába van már reflexem arra, hogy folyamatosan nyomjak tabot és elfogadjam, nem elég. Úristen, végre megvan, itt van a matematika trófea. A gépen kellett megnyitni ezt a Mathertainmentet. Ez mi a jó ég? De most komolyan, remélem valami... Mi? Hoppá. Szóval időre kell... Az azt hiszem szorzás volt. Szóval a matematika speedrun. Oké, menni fog ez. 4x7. Oh my fuck. Ez nehéz lesz. Ezért egyet. Jó, közben mennek azért így a bizniszek, meg ilyenek, hál az égnek. Bankot is kiürítjük, aztán hagyd szóljon. Ez így éjfélkor, ez gyönyörű. Oké, ha csöndben maradok, akkor azért ez fokkal jobban megy. Jó. 100 pont. Oké, ez így halmozódik. A streakeled. De még ez így is el fog tartani egy darabig. Egyre kevesebb az idő is, vagy mi a franc történik amúgy? Vagy csak én lassulok? Ajajaj. Semmi baj. És megvan, 2500. Szóval vehetjük a trófeát. És közben egészen jó pörgött a biznisz is, szóval 33000. Instant szeretném kérni azt a fejlesztést, és ezt így... accept all. Oh no fucking way. Azt hittem, hogy ez automata lesz. Ne. Jó, figyelj, azért... Jobb ez így. Mármint jobb, mint volt. Ez is valami. Hát, ha lesz majd erre is egy alkalmazott, most már eléggé ilyen full automatizált dolgokat lehet csinálni ezekben a játékokban. Én még bízok. Nesze, edd meg a trófeádat, most már bejuttatsz a apádhoz? Wow, milyen gyors voltál. Aha, ja. És most pedig kell neki horgászós cucc, ilyen horgony, meg korallja, ott is kerestem már a matek trófát mindenhol, csak
a gépen, nem? Amikhez viszont horgászni kell egy keveset. Vicces gyerek, vicces gyerek. Na mindegy, ettől fontosabb dolgokkal is foglalkozhatok. Például, hogy az utolsó kettő gépet is kifullozzam. És ott is van, a majdnem mindegyiknél ülnek, sőt ide be is ültek az utolsóhoz, és az összegek is eléggé jól néznek ki. Szépen, szépen telik az idő, és mindegyik itt fog hagyni egy 400-500 körül. Azért szépet fog dobni a bevételünkön, de azért még vannak itt a részek, amiket fejleszteni kell, meg hát a bővítés, meg mindig olyan csillagászati áron van, mint az állat. Viszont szépen fejlődünk, és hát sikerült rengeteg újdonságot megnézni, meg még biztos van egy rakás, szóval ide folytatjuk legközelebb. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és ha nem tettétek volna, még iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!